Kedves hallgatóság, a következő előadás Galileo, Galileo Galilei mechanikai eredményeiről szól, és ezt rövidesen majd követik Galileinek a csillagászati eredményei. Talán furcsa, ez az első olyan előadás, hogy azt hirdetem meg, hogy a teljes prezentáció egy emberrel, Galileivel foglalkozik. Miért ennyire fontos? A következővel szeretném bevezetni ezt és indokolni Galilei fontosságát. Isaac Newton a 17. század második felében hozza el a nagy áttörést a mechanikában. Röviden, a jövő héten erről tanulunk majd. De Newton a következőt mondja: Csak azért láttam egy kicsit messzebbre a többieknél, mert óriások vállán álltam. Newton, aki nagyon sokszor nem volt túl szerény ember, itt azért mégis elismeri, hogy munkáiban e, támaszkodott korábbi óriások munkáira. Ilyen óriás Orezmius Bariden és társaik, akiket említettünk már korábban, vagy Stephen Beekman, vagy a nemrégiben tárgyalt Kopernikus T. Hobreich Kepler, és ebben a sorban a következő óriás Galileo Galilei, akitől itt e, időbeli hiány miatt csak a mechanikai, beleértve a földi és égi mechanikai eredményeit e, tudjuk említeni. Azért fordítok kiemelt figyelmet Galileire, mert önmagában is e, nagyon jelentősek a felfedezések, amiket tett. Nem csak a nyújtani mechanikát készítik elé Galilei felfedezésem, sokkal tovább ennek, látjuk majd például a, a geometről csírái, is galilei munkáiban gyökereznek, és ez egy nagyon jellemző időszak. Az 1500-as évek vég, 1600-as évek eleje, ez az újkori tudományos forradalom kezdete, és galilei munkáin keresztül az is látszik, hogy egy általánosságban egy nagy tudományos áttörés hogyan indul. Valamint galilei nagyon népszerű a mai napig is, hogyha kellene egy középkori tudóst mondani, vagy néhányat, akkor a néhány között biztos benne Galilei, akit említenének a, az emberek. Nos, nézzük csak, mit tudunk mondani összefoglalóan Galileiről. Hát az egyik, hogy valóban a történelem egyik legnagyobb hatású természettudósa. De külön népszerűséget jelent neki a Galilei per, a galilei pert azt szinte mindenki hallott róla ezzel kapcsolatban, hogy galilei vallási jellegű vitákba is keveredett, és a mai napig visszhangzik ennek a vitának, hát azt kell mondani, hogy torz visszhangja, mert nagyon sokan torzítják rá, e, azt, hogy miről is volt itt igaziból szó, ideológiai és politikai szempontok is befolyásolják, hogy ki hogyan interpretálja a galilei pert. Garantálom, hogy a hallgatóság, hogyha végighallgatja ezt a két részre bontott előadás Galileiről, akkor, akkor tudni fogja, hogy nagyjából miről szólt a Galilei per valójában. Itt a fizika történet órán persze elsősorban a szakmai eredményeknek a tárgyalását végezzük el, de, mint mondtam, a tudománytörténeti jelentősége miatt a Galilei perről is beszélünk. Mechanikában Galilei nagyon jelentős eredményeket ért el, természetesen alapozva az elődeire, e, ugyanúgy, mint a korábban említett tudósok, nem a semmiből léptek elő a középkor végefele, hanem használták az elődeik munkáját. Kétségtelenül, hogy ő alkalmaz először a távcsövet csillagászati módszeres megfigyelésekre. Nem ő fedezi fel a távcsövet, de a csillagászatban az elsőbsége kétségbe vonhatatlan. Nagyon sok helyen cáfolja az arisztotelészi mechanikát és az arisztotelészi világképet. Hát ezt már korábban mások is megtették, de a galilei tovább viszi ezt. És amiről híres lett, nagyon ö, vehemensen, bár szakmailag támadható módon, érvel a kopernikuszi rendszer mellett, ez majd a, a ö, galilei pernek a kulcspontja lesz. Galilei rengeteg munkát ö, adott a tudománynak. Két fő műve, amire utalunk majd többször, azok, amelyek a mechanikában jelentőset ö, tartalmaznak, ezek az 1632-es dialogó és az 1638-as diszkorzi. Egy pillanat figyelmet, hogyha... Vetünk, ugye 1564-től 1642-ig Galilei, mind a kettő élete vége lett kiadva, tehát itt az egész élete munkásságát tükrözik ezek a nagyon híres művek. A Dialógó, ez a híresebb műve, ekkörül forog a mm, Galilei Per majd. Ez főként a Föld mozgásáról, csillagászatról, részben mechanikáról szól, inkább filozófia, mint fizika. Megtalálható magyar fordításban, könyvtárakban e, lehet olvasni. Ahogy a címében is ben van dialógó párbeszédek, ez a rövidített név valami olyasmi teljesen, vagy párbeszédek két világrendszer összehasonlításáról valami hasonló a címe, de mindenki csak dialógónak említi. Nos, szóval itt ennek a, keret, ennek a kövének olyasmi a kerete, mint egy filozófiai műnek, mondjuk, mint egy platóni kérdésfelelek műnek. Van két művelt ember, egyikük Kopernikus, másikuk Ptolemaiosz híve, ők vitatkoznak egymással, mondanak -e érveket, természetesen a vitából a Kopernikus rendszer híve jön elő, valamint Galilei szórakozásból betett egy harmadikat is, egy mondhatni egy hülye gyereket, aki idétlen kérdéseivel néha szórakoztatja az olvasót, vagy fölpiszkálja a csillapodni látszó vitát. Ennek a hülye gyereknek az a neve, hogy szimplíció tehát valami olyasmit jelent a neve is, hogy együgyű, majd ennek lesz szerepe a későbbiekben. Szóval ez tartalmaz fizikát is, de nem tartalmazza a részleteket. Ez két művelt ember beszélgetése egy harmadik kibic közreműködésével. Ezzel szemben a diszkorzi egy igazi komoly fizikakönyv. könyv. Fizikus én azt mondom, hogy ez az igazi összefoglalás a galilei munkáinak. Itt teljesen komoly szakmai hozzáértéssel tárgyalja galilei a mechanika több területét, például fontos statikai problémákat, a lejtőn guruló testnek a mozgástörvényeit itt mutatja be, az inga mozgás, ferdehajítás leírása, és sok más szerepel a diszkorziban, nagyon precízen tárgyalva. Mielőtt rátérünk a konkrét ismeretekre, nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy élete végére Galileinek nagyon letisztult a vizsgálati módszere, ezt le is írja a műveiben, és ez is nagyon fontos, nem csak maguk az eredményei. Kicsit visszhangozhatnak azok a dolgok, amiket a legelső előadások egyikében a fizika megismerési módszeréről beszéltem, mert hát itt Galileinél már összeáll ez. Következőről van szó. Azt mondja, hogy tisztázzuk először a fogalmakat, amiről beszélünk, fölállítunk valami hipotézist, milyen kapcsolat van ezen fogalmak között? Megnézzük a matematikai következményeit, ugyanis már a hipotézist is matematikai formában fogalmazzuk meg, ellenőrizzük kísérlettel, és hogyha nem stimmel a kísérlet, akkor visszalépünk valamelyik korábbi szintre, akár a fogalmakat is újra definiáljuk, hogyha ez szükséges. Nos, ez a teljes kör ez a hatásos módszer, és ez az, ami, ez az utolsó lépés, hogy akár a legelső szintre is visszamegyünk, és újra gondoljuk az egészet, ez az, ami a görögök gyengék voltak. Sokszor úgy emlegetik, hogy a görög természettudósok nem becsülték a kísérleteket. Ez azért nem egészen így van. Azért végeztek ők is kísérleteket, megfigyeléseket, de azt nehezen végezték, hogyha kitaláltak jó fogalmakat és axiómákat, és azzal ütköztek a kísérleti bizonyítékok, akkor ők hajlamosak voltak a végtelenségig kidumálni, az a rossz értelemben mondva a kidumálást, lásd Arisztótelész és a repülőnyilvesszőnek az esete. Szóval hajlamosak voltak kidumálni, ahelyett, hogy azt mondanák, hogy újra kell gondolni az alapokat, most galilei műveiben már ez világosan megjelenik, hogy újra kell gondolni az alapokat, hogyha a kísérletekkel ellentmondásban vagyunk. És ezen bevezető után térjünk rá a konkrét eredményekre, először a mechanikával kapcsolatban. Előre mondom, hogy ez az előadás nem tudja az összes eredményét bemutatni, de a legfontosabbakra kitérünk. Az első ö, mérés és elmélet csoport a szabadeséssel és lejtőn gurulással kapcsolatos. Onnan indult ez a kutatás, hogy Galilei még a pályája közepetájékán, az 1500-as évek végén, 1600-as évek elején vizsgálta az egyenletesen gyorsuló mozgást, köztük a szabadesést. Ugye tanultuk az előző adásban, hogy ebben nem ő volt az első, nagyon sokan, például egy Benedetti nevű olasz is tanulmányozta ezeket, és Galilei is ismerte ezeket a munkákat. Például ugye van az a híres kísérlet, hogy a Pízai Ferdetoronyból ejtett volna ki két golyót, bemutatván, hogy egyszerre érnek földet. Hát ezt megcsinálta, csak valószínűleg nem a Pízai Ferdetoronyból, de Galilei nem az ilyen demonstrációkra ment rá elsősorban hanem szerette volna egész pontosan fölmérni, hogy hogyan történik a testnek a gyorsuló mozgása. Az volt a baja, hogy a szabadesés túl gyorsan következik be. Például egy lejtett tömör test, ami annyira súlyos és pici, hogy a közegelenás hatása elhanyagolható rá, két másodperc alatt kb. körülbelül 20 métert tesz meg. Na most a két másodpercet még csak-csak kimérjük, bár ugye a Galilei esetén nem voltak pontos órák, Na de, hogy a két másodpercen belül hogyan történt a gyorsulás részlete, a gyorsulás mikéntje, az reménytelen fölmérni. Itt őt Galilei egy zseniális ötlete, a lejtőn való legurulás az ugyanilyen mozgás, csak lassabb. Galileinek az az igazság egy kicsit szerencséje volt, hogy a lejtőn való lecsúszás tényleg ennyire hasonlít a ö, szabadesésre. E, itt a művében egy kicsit elmismásol ennek az alapjait, olyasmit mond, hogy gondoljuk meg, hogyha egy lejtőt egyre meredekebbre, meredekebbre állítjuk, végül 90 fokos szöget zárva a viszintessel, akkor szabadesésbe megy át a Lejtőn való gurulás. Hát ez igaz, de ebből nem következik, hogy a lejtőn való gurulás az tényleg egyenértékű, csak lassabb a szabadeséssel. De ebben igaza volt. És az volt Galileinek a módszere, hogy egy asztalon egy néhány méter hosszúságú deszk, egyenes deszkát állított föl, aminek ilyen alátámasztásokkal befolyásolni tudta dőlészögét, ezen az ábrán alfával van jelölve, és egy saját építési óra ketyegésének az ütemére egy krétával odahúzott vonalakat, ahol éppen a leguruló golyó tartott a kettyen és pillanatába, így egyenletes időközönként, ezen az ábrán deltati időközönként bejelölte a golyónak a helyzetét. Nos, ezzel az esés lassító trükkel valóban sikerült fölmérnie, hogy hogyan is történik a földgyorsulás az időfüggvényében. Egész pontosan Galilei ezeket az ábrán S1, S2, S3, stb. szakaszokat mérte meg, hogy egyenlő idő alatt az egyre később időszakaszokban hogyan tesz meg nagyobb utat ez a leguruló golyó. Azt kapta, hogy egyenlő hosszú idő, a, idők alatt a megtett utak a páratlan számoknak megfelelő arányba következnek egymással. Tehát, hogyha az első ketyegés pillanatában engedi el a golyót, és az első és a második kettyenésig, tehát az első szakaszt s -jel jelöljük, akkor az S2 ennek háromszorosa lesz, az S3 ennek ötszöröse, aztán a hétszerese következne, és a többi. Galilei ebből levezeti az A per 2 négyzet törvényt, egy kicsit más formába fogalmazza meg, de ez a lényege, tehát az egyenletesen gyorsuló mozgásnak a helyidő függvényét fölírja Galilei, méghozzá levezeti a mérési eredményeiből. Az az igazság, hogy ennek az egyenletnek a fölírásában nem Galilei az első, ezt már úgy általában az egyenletesen változó mozgása volt, aki megmutatta korábban is, de Galilei tételesen, méréssel bizonyítja, hogy tényleg ez következik be a lejtőn való guruláskor. És Galilei nem állít meg. Nagyon sok egyéb eredményt is fölír és bebizonyít a mm, részben kísérletileg, részben elméletileg. A lejtőn való gurulással kapcsolatban. Például megadja, hogy a lejtőn való gyorsulás az gészer szilusz alfával arányos. Ugye itt már szökvényeket e, ismerik ezeket a dolgokat. Aztán olyan szerkesztési formában e, fogalmazza meg a feladatait, hogy például hogyan szerkesztjük meg egy adott legurulási időhöz tartozó lejtőhosszát. Ugye már említettük itt korábban, hogy nem sokkal galilei kora előtt írják fel az első mai értelembe vett egyenleteket ezzel a tömör jelöléssel, de ez még nem terjedt el annyira a tudósok körébe se, és még mindig az euklideszi geometria a tudománynak a nyelve, a kódolás, amivel a törvényeket leírják, tehát ő szerkesztési feladatként fogalmazza meg. És ez a hozzáállás néha nagyon meglepő eredményekre vezet. Például olyan tételeket bizonyít be a diszkorziban, amit ennek a szemléltetését itt láthatjuk ezen az ábrán, hogy az egy pontba befutó lejtők közül azokon azonos a lecsúszásnak az ideje, amelyeknek a végpontjai ezen a körön vannak rajta itt az ábrán. Tehát persze meredekebb lejtőn, ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg az állóhelyzetből induló golyó, és ezért a meredekebb lejtő hosszabb, ami azonos időhöz tartozik, de hogy ez pont úgy jön ki, hogy egy talajt érintő körön vannak a végpontok, na ez egy érdekes tétel, amit galilei geometriai úton bebizonyított, támaszkodva a mérési eredményeire. Ugye más tételeit is Geometriák fogalmazza meg, és egy tipikus probléma kitűzés e, Galilei könyvéből felad gyakorló feladatokat is e, az olvasónak a diszkorziban. E, mondjuk így fogalmazható meg, lehet, hogy épp ez nincs beírva e, a diszkorziba, de jellegében ilyen feladatványokat oldott meg, adott egy lejtő rajzal. Tehát nem azt mondja, hogy 32 fokos a dőlész, hanem hogy itt van a rajza. Szerkesszük meg azt a lejtőt, ami ugyanilyen hosszú, de a lecsúszás ideje kétszeres az eredetinek. Hm. Ez egy érdekes első pillanatban, talán meglepődünk, de valójában, hogyha belegondolunk egy picit, akkor ez az ábra, meg az alperkettő 2 formula az elegendő ennek a megoldására. Ezt a hallgatóságra bízom, hogy, hogy ilyen szerkesztési módszert kitaláljon. Külön érdekesség, hogy Galilei a feladataiban még az időtartam hosszakat is szakasz adja meg és szerkeszti. Ugye Orezmiusztól jön ez a gondolat, hogy az idő hasonló dimenzió, mint a tér, tehát le lehet rajzolni és olyasmiket rajzol, olyan, olyan feladatokat fogalmaz meg Galilei, hogy mm, lerajzol egy lejtőt, mondjuk lerajzol egy szakaszhozat, és a szakasz ö, mellé odaírja, hogy ez a lejtőn lecsúszás ideje, és akkor mondjuk azt a feladatot kell megoldani, hogy az időszakasz mellett oda rak egy másik szakaszt, ami valahányszorosa, nem feltétlenül kétszerese, mint az előző problémában, hanem tetszőleges számszorosa, és akkor azt mondja, hogy szerkeztük meg azt a lejtőt, ami, ami mondjuk a lecsúszás idő ilyen arányban nagyobb. Tehát az időtartamokat is szakaszhoz taladja meg, és szerkezti Galilei. Hát ez még mindig az ókori örökség. Aztán természetesen az ejtési kísérleteket is végzi, még fi, relatíve fiatalabb korában, tehát sok évvel a diszkorzi előtt a Pízai Egyetemen tanított sokáig. Emiatt terjedt el, hogy a pízai feldeltoronyból potyogtatta a golyókat valószínűleg nem. E, nem is lett volna túl biztonságos e, onnan potyogtatni, e, meg ugye szabad téren a szél is befolyásolta volna. Ezt vitatják a tudomány a legtöbbük arra hajlik, hogy nem a ferde toronyból potyogtatott, inkább az egyetem területén végezte ezeket a kísérleteket. Bebizonyítja, hogy az arisztotelészi mechanika téves, ugye a könnyű és a nehéz golyó ö, egyszerre lejtve egyszerre érnek talajt, ebben nem ő az első, hát említettük például Benedettit, ö, nem is állítja Galileo, hogy ő az első. És egy érdekesség galilei műveiből, ha a mai egységekre átváltjuk az ő méréseit, akkor az ön ki, hogy szerinte a g-értéke, a nehézségi gyorsulás értéke kb. 8 m per szekundum a 10-hez képest. Hát miről van szó? Miért volt ennyire pongyol a galilei? Hát sajnos galilei ilyen volt. Ő az elvek embere volt, őt addig érdekelt egy elmélet, amíg rájött a nyitjára. A precíz mérések az már nem volt a, a nem tartozott galilei e, e, tulajdonságai kör, köz, köré, ezt, ezt majd később visszaköszön későbbi munkáiban is. Tehát nagyon jól fölállítja például ezeket a körre illeszkednek a pontok tételeket, de majd precízen csináljon meg egy mérést, abban nem jeleskedett. Viszont rengeteg zseniális ötlete volt Galileinek. Itt van például az egyik, ami kapcsolódik a szabadeséshez, a hajításnak a megfejtése. Ugye említettük, hogy ezzel Oresmiuszok és orezmiuszék is próbálkoztak, ők azt mondták, hogy az ágyugolyó mozgása egy emelkedő egyenesből, egy körpályadarabból, aztán egy süllyedő egyenesből rakható össze, hát ez nagyon rossz közelítés Galilei bebizonyítja hogy az elhajított test pályája az parabola az a jelentőség ennek hogy igaza lett Galileinek és ez alapján a lövedékek röppájáját pontosabban lehetett tervezni hát abban a korban is mint mindig az emberiség például háborúzott és ezért mondjuk az ágyugójóknál ez egy nagyon fontos dolgot hogy tudták hogy milyen a röppája Ennél fontosabb azonban a fizika történet szempontjából mindenképpen, hogy ahogy bebizonyította, hogy parabola pályán mozog az elhajított test, abban benne volt a viszintes és függőleges komponensre való bontásnak az ötlete, és ez óriási ötlet volt. Nem csak a mechanikában, bár ott is, hanem ez az az ötlet, amit aztán átvesz nem sokkal később Descartes, és ebből, és ebből nő ki a koordináta geometria. Amin aztán, hogy csak egy példát mondjam, mondjuk a mai mérnöki tervezőrendszerek, a kedrendszerek eh, alapulnak. Szóval ez a dolog, hogy egy test mozgását bontsuk föl komponensekre, és az eh, ható erők is komponensekre bontva függetlenül kezelhetők az egyes komponensek, na ez Galileitől jött. Ezt a komponensekre bontást persze galilei szerkesztéssel oldja meg, ugye nincs is még koordináta geometria a mai értelemben, tehát nem tudna még ő XT, YT függvényeket irogatni, de nagyon ügyes geometriában galilei is bebizonyítja a következőt, ennek a vázata itt van, ezt a képet a Simonyi könyvből másoltam ki, de galilei nagyon hasonlóan gondolkozott, tegyük fel, hogy egy asztal széléről úgy lökünk le egy golyót, hogy egy viszintes kezdősebességet adunk neki, mivel a gravitáció lefele húzza a golyót, lefele irányuló impetust ad neki, hogy az akkori szavakat használjak, ezért a viszintes impetusa nem változik, egyenlő időközök alatt, egyenlő távolságokra jut el a golyó viszintes vetülete, viszont függőlegesen, ez az 1, a 3, az 5-höz arányba egyenlő időközök alatt, egyenlő, ö, egyenlő, időköz, egyenlő, időközök alatt egyre nagyobb távolságot tesz meg a páratlan számok arányának megfelelően, és ezekből az arányosságokból Galilei a geometri ismereteivel nagyon szépen bebizonyította, hogy ez csak úgy lehetséges, hogy parabola pályán ö, mozog a test foglalkozott még az inga mozgással. Azért kezdett el az inga mozgással foglalkozni, mert szeretett volna nagyon precíz időmérő szerkezetet készíteni, egyrészt a kutatásaihoz, láss mondjuk a lejtő mozgás egyenletes közökbe való bejelöléshez, de érezte a gyakorlati hasznát is, és Galilei egy gyakorlatias ö, tudós volt, ö, olyan mértékben, hogy Gyakorlatilag minden kutatásából megpróbálta, hogy hogyan lehet eladható terméket is készíteni. Így például meglátta az üzleti lehetőséget abba, hogy jó órát készítsen, ami többé-kevésbé sikerült is neki. A könyveiből tudjuk, hogy eleinte egy nagyon primitív módszert használt időmérésre a saját csuklóján tapintotta ki a pulzusát, és ezt használta ütemnek. Na hát ez eléggé bolond mértékegység, egy galilei szívverés, az nem éppen egy standard esi mértékegység, meg hát persze annak függvényében, hogy éppen hogy volt a vérnyomása, hogy az egészségi állapot ez változott, Viszont egy mérésen belül, mondjuk egy lejtőn lecsúszáson belül, nagyjából állandó ütemet adott, és az arányosság, mondjuk az 1, a 3, az 5, a 7-hez arányosság megállapításához elegendő volt. Később Galilei épített vízórát is, ezt a görögöktől leste az ötletet, jól megválasztott tartályból, pici lyukkal, egyenletes ütembe csöpög ki a víz, és jól hallható hangot ad, amikor bele csöppen egy kisebb tálba, és ezért metronómszerűen egyenletes ütemet ad. Viszont Galilei rájött arra, hogy ha veszünk egy ingát, és azt kitérítjük, akkor az egyenletes ütemben ö, fog ketyegni, tehát a periódus ideje az közel független a kitéréstől, és rájött arra, hogy ebből lehet egy igazi, iparilag gyártható órát is készíteni. Szóval a Galilei észreveszi, hogy a lengés idő közel független a kitéréstől, hát Idő hiányában itt a galilei kapcsán az összes legendát nem ö, szeretném elmesélni, de a legenda szerint, ezt éppen röviden elmondom, a legenda szerint azt vette észre, ö, hogy az egyik épületben, ahol dolgozott, ahova rendszeresen járt, az egyik csillár valami lengésbe jött, ö, megállt és figyelte a lengését, és a púzusán számolta, hogy hány púzus ütemnyit, hány ütembe kerül egy-egy lengés. És megdöbbenten vette észre, hogy amikor még nagyokat lengett az elején, vagy amikor már csillapodott a lengése is kis amplitudóval lengett, akkor is ugyanannyi volt a, ennek a csillárnak, ennek a díszes csillárnak a lengés ideje. Galilei pongyolaságára jellemző, hogy azt is állította, hogy az inga úgy mozog, hogy még akkor is állandó a lengés ideje, ha 90 fokig kitérítjük a függőlegestől, hát akkor már nagyon nem állandó, de azt szokták mondani, hogy mondjuk 5 fokos kitérítésig 1 nál kisebb a hiba, tehát mindegy, hogy 1, 2 vagy 5 fokosra térítjük ki, a lengés idő azonos lesz. Praktikus azonban Galileinek tökéletesen megfelelt a kis kitérésű ingáknak a vizsgálata. Aztán Galilei módszeres mérésekkel föltárta azt is, hogy a, az inga hosszának a négyzegyökével arányos a lengés idő, és ez alapján tervezni is tudta a megfelelő ingákat. Inga órából először csak egy nagyon egyszerű metronomszerű szerkezetet épített Galilei. Minden egyes lengéskor egy kis hangot adott el az óra, és ilyen ütem adó berendezésként használta a méréseihez. De a végére eljutott a mai modern ö, óráknak a, az egyik modelljéhez, amit itt láthatunk, egy galilei féle ingaórát. Ez az inga súlya ez az inga ingarúdja, ez lengít ide-oda, ezen az ábrán, és itt az a trükk, hogy az inga lengésével kapcsolatban ez a, az emeltyű egy picit emelkedik, süllyed, emelkedik, süllyed, és itt egy ilyen racsnis fogaskerékbe minden emelkedéskor, süllyedéskor egy foknyit engedi odé, odébb ugrani. Tehát az inga minden lengésekor egy foknyit odébb fordul ez a racsnis fogaskerék, ami mozgás aztán lelassítva ezeken az áttételeken keresztül tudja hajtani ezt a tengelyt, és ennek a tengelynek a végére lehet rögzíteni az órának a mutatóját. Szóval ez egy működőképes óra, Galilei ezt élete vége fele alkotta meg, és ő már nem látta meg, hogy ebből komoly széles körbe használt ipari termék legyen, de de megteremtette az inga órának az alapjait, és meg is építette az első modellt. Aztán Galilei mechanikai eredményei között mindenképp meg kell röviden említeni a szerkezetek méretfüggésének a vizsgálatát. Onnan indult ez a vizsgálat, hogy megkeresték hajóépítő mesterek, hogy egyre nagyobb hajókat szerettek volna építeni, ugye 1500-as évek vége, 1600-as évek eleje, eddigre már körbehajózták a Földet, de azért nagyon sok ismeretlen terület volt, amiből nagy hasznot reméltek, és hát Galilei Olaszországban él, ahol rengeteg hajós van, és nagyon sok hasznot remélnek a hajózástól. Szóval egyre nagyobb hajókat akartak építeni, de azt tették észre, hogy az egyik hajódarú, ami az építéskor használtak, Megépítették kétszeres méretekkel, és összeomlott a saját súlya alatt. És Galileit kérdezték meg, hogy, hogy hát miért is nem működik ugyanaz a szerkezet, ha kétszeres méretben megépítjük. Galilei kitalálta, hogy az a kulcsa, hogy a, ha minden méretet kétszeresen növelünk, akkor a tömegen nyolcszorozódik, de a keresztmetszetek csak négyszereződnek és ezért a méretarányosan arányosan fölnövelt test az nem lesz annyira teherbíró. És elkezdte vizsgálni ezt a kérdéskört, itt jobb oldalon a Discord-ból vettem ki néhány jellemző ábrát, hogy miket vizsgált ezzel kapcsolatban. Egy mai gépész jellegű képzést kapó mérnöknek azonnal ismerősek lehetnek ezek az ábrák. Például itt van ez a deszka, és azt mutatja be Galilei, hogyha ezt a deszkát úgy fordítjuk, hogy a hosszabbik éle függőleges, akkor sokkal nagyobb terhet bír ki, mintha a hosszabbik éle viszintes lenne, akkor csak egy kisebbik ter kisebb terhet bír ki. Galilei cseles geometria megfontolásokkal megadta a szerkesztés menetét is, hogy megszerkeztük, hogy hányszor nagyobb, hányszor kisebb súly tartozik. Ezekhez az elforgatott méretezésekhez. De tanulmányozta azt is, hogy hogyan lehet üreges csővel helyettesíteni egy tömörrudat, ráismerhetünk a mai mérnöki-gépészmérnöki megoldásokba is fölbukkan ez, vagy hogyha megnöveljük egy rudnak a keresztmetszetét valahányszorosára, hányszorosára nő a teherbíró képessége. Ezeket mai szemmel nézve kicsit nehézkes elmélettel, meg szerkesztéssel, de végülis helyesen tárgyalta. És az egy külön érdekesség, hogy ő és Galilei gondolkozásnak a rugalmasságát mutatja, hogy rájött, hogy ez még a biológiában is használható, ez a rajz a diszkorziból van, ezekből az arányosságokból fölállította azt, hogy ha Uh, ahogy egy hajódarú nem uh, duplázható minden méretében büntetlenül, ugye egy állatot is, hogyha megnövelnénk a minden méretét, akkor a saját súly alatt összeomlana, kivéve, hogyha a, hosszá, hogyha a keresztmetszetét jobban növeljük, mint amennyire a hosszát növeltük, és ezért van az, hogy a hangyák testméretükhöz képest vékony lábakon is vígan megvannak, míg az elefántoknak jó vastag lábuk kell legyen. Nos, Galilei ide rajzolt egy kicsi meg egy nagy állatcsontot ennek a demonstrálására. És végül az egyéb mechanikai eredmények köz Galileinél feltétlen meg kell említenünk a Galilei féle relativitási elvet. Az ezzel kapcsolatos gondolatait a dialógóba írja le, nagyon részletesen és plastikusan. A gondola, következő gondolatkísérletet mondja el Galilei. Tegyük fel, hogy be vagyunk zárva egy hajógyomrába, és a hajógyomrában mindenféle kísérleteket végzünk. Például labdát dobunk föl, és kapjuk el saját magunk, mert függőlegesen dobtuk föl, vagy egy vízórát építünk, és több méter magasról víz csöpögnek egy kicsike kis tálba, és azon gondolkozunk, vagy egyéb kísérleteket végzünk, Galilei olyat említ, hogy lepkéket, olyat említ, hogy lepkéket engedünk szabadon ebben a térben, vagy madarakat, és sok minden más csinálhatunk itt ebbe a hajótérbe, és az a kérdés, hogy vajon megkülönböztethetjük-e, a hajó álló állapotát a hajó mozgó állapotától, ha nem nézünk ki a hajó ablakon, hanem csak a hajó belsejében dobáljuk a labdát, figyeljük a vízcsöpögést, és a többi. Most erre egy kicsit közelebbről ránézünk erre az ábrára, hogy tényleg jobban látszódjék, hogy mi történik. Galilei azt válaszolja nagyon helyesen, hogy nem dönthető el. Az egyenletes mozgás nem különböztethető meg a nyugalomtól. Ugye ez már Orezmiusnál is fölbukkant, tehát nevezhetnénk Orezmius féle relativitási elvnek, de hát a tudománytörténet az ilyen, nem mindig annak adja az elnevezést, aki a tényleges érdem. Minden esetre azért Galilein is jó helye van ennek az elnevezésnek, mert ő sokkal nagyobb körben terjesztette el ezt az ismeretet, és mutatta be azt, hogy ha ben vagyunk egy rendszerben, nem dönthetjük el, hogy az egyenletesen mozog, vagy pedig áll. Azért Galilei nem volt teljesen precíz, egy kicsit még Arisztotelész nyoma ö, látszik Galilei munkáin, ugyanis Arisztotelész szerint a természetes mozgás a körmozgás. Tehát nem az egyenes vonalú egyenletes mozgás megkülönböztethetetlen a nyugalomtól, hanem a Föld felszíne mentén végzett egyenletes körmozgás. Ugye a Föld gömb alakú, és ezért a tengeren úszó hajó körmozgást végez, igaziból. Mondhatni egyrészt, hogy Newton első törvényének az előfutára, ez másrésztről viszont félig leragad Arisztotelésznél Galilei, de azért mindenképpen fontos felfedezés ez, és Newton nagyon nagy segítség volt, hogy Galilei ezt a dolgot tisztázta. Galilei tehát nagyon sok mindent, kísérleti és elméleti dolgot is hozzátette a mechanika elméletéhez, úgyhogy mindenképpen említése méltóak az eredményei. Aki egy kicsit jobban érdeklődik a dolga iránt, annak főleg azt ajánlom, hogy a diszkorzit olvasgassa, megvan magyar fordításba a könyvtárban, és nagyon érdekes dolgok vannak benne, például az állatcsontokról is, meg arról is, hogy hogy lehet szerkesztéssel ezeket a dolgokat meghatározni. A dialógot azt a, hát nem is tudom, az elszántabbaknak ajánlom, mert az inkább filozófiai mű, nekem kicsit belefájdult a fejem a sok szövegelésbe, ami ott van, bár vannak szórakoztató része is, főleg amikor a szimplíció, belekotyog az okosak beszélgetésébe. Köszönöm szépen a figyelmet!